November 8-án megnyitotta kapuit a 30. évfordulóját ünneplő Városi Könyvtár nyugdíjas klubjának kézimunka kiállítása. Úgy gondoltuk, hogy ezeket a régen készült, most készült kézimunkákat bemutatjuk a közönségnek. Elsősorban szeretnénk, hogyha gyerekek is kedvet kapnának. A 40 főt számláló klub tagjai közül többen megmutatták, mivel mulatták az időt fiatalkorukban, és még ma is. Állattenyésztésben dolgoztam, ott ebédidőben, kis idő volt, én mindjárt fogtam a tűt, a szemüveget, azt vártam. De nem csak varrott, hanem például horgolt darabok is láthatóak a kiállításon. Ez a technika napjainkban azt mondjuk reneszánszát éli. Bartáni Pataki Viktória is készíti családtagjainak a szebbnél szebb ruhadarabokat. Szerencsére vannak is, akik használják, az unokáim, a keresztlányom, úgyhogy nagyon szívesen föl is veszik, és használhatók mai napig, mert divat a csipke. A tagok között olyan is akad, aki már a szinte elfeledett neccelés, vagyis a huroköltéses kézimunkázás technikáját is ismeri. Itt az alapot kell először megneccelni, és utána meg, amit kiválasztott mintát, az beleszőni. De számos egyéb technikával készült munka megtekinthető. A kiállított darabokon megjelenik a jász motívum is, de kalocsai, kalotaszegi motívumok is felfedezhetőek. Az igazán minden tekintetben színes kiállítás a Vágópál műteremben tekinthető meg december 8-áig, kedden és csütörtökön délelőtt, illetve szerdán délutánonként.